Az okostelefonokat gyűjtik egy helyre a diákok, most ugyanis saját kútfőből kell megoldani a feladatokat. Legfeljebb a magyar helyesírási szótárat hívhatják segítségül, némi saját elemózsiával és frissítővel. De a reggeli áhítat sem maradt el a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban, ahol 145 diák számára reggel 9 órakor elkezdődött a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségie. Ezen a héten végig 9 órakor kezdjük a vizsgákat. A legfontosabb főérettségi tárgyak ezen a héten kell, hogy kiosztásra kerüljenek, és a diákok megírják ezeket. Mai napon magyar nyelv, holnap matematika, szerdán történelem, csütörtökön angol nyelv, pénteken pedig német nyelv. A jövő héten kerülnek sorra most már a nagyjából választott tárgyak. A különböző tantárgyak, ott minden iskolában kevesebb a diák, 8 órakor fognak a jövő héten kezdődni a vizsgák. A tantermekben idén többen lehetnek bent egyszerre, a maszkviselés sem kötelező, az igazoltan fertőzött diákok számára pedig engedélyezhető a pótvizsga. Sőt, idén az Ukrajnából menekült tanulók is érettségizhetnek Magyarországon. Sokan már előre eldöntötték, melyik feladattípust fogják választani. Én előre eldöntöttem, hogy novellát elemzek, mert az sokkal jobban megy, illetve annyira emiatt, a magyar miatt nem izgulok, az, ami jól megy, az, ami talán a legjobban megy a többi közül. Én is eldöntöttem, hogy novellát fogok elemezni, és hát annyira nem izgulok, mert nagyon sokat készültünk rá az osztályfőnökünkkel, szóval ezt várom még a leginkább. Jól aludtam, ki tudtam magamat pihenni, nagyon vártam már ezt a napot. Teljesen felkészültnek érzem magamat. Nagyon fontos kellően pihentnek lenni, mert tudjuk azt, hogyha az ember nem aludt eleget, akkor nem biztos, hogy végig tud koncentrálni, meg nagyon összekeverednek a fejében a dolgok. Tehát az az ideális, hogyha egy diák tud aludni, ki tudja magát pihenni. És hát azért itt nem most megszerzett ismeretekről van szó, ez még nem egyetemi vizsga, ahol egy vagy két éjszaka jut a vizsgára, hanem itt a 4 év alatt azért folyamatosan készültek, tehát bízni kell abban, hogy előjönnek azok az ismeretek a fejből, mikor látjuk a tételek, feladatok címét, és tud az ember annyit koncentrálni, hogy megvan az eredménye. A szövegértési feladatsor megoldása után a diákok egy Szabó Magda novellát, vagy egy Janus Pannonius verset és egy Juhász Gyula verset elemezhettek a középszintű magyar vizsgán. Novellát elemeztem, és szerintem elég könnyű volt, nekem nagyon tetszett a feladat. Most könnyebb volt, igen, és szerintem azért, hogy most már tudtunk járni iskolába, ugye vége lett a karanténnak, a Covidnak, és itt jobban meg tudtuk tanulni a dolgokat, és átismételni. Verselemzést választottam, és szerintem az teljesen korrekt volt, és tényleg értelmezhető. Magyarországon a mai napon több mint 73 ezer diák tett érettségi vizsgát magyarból, holnap pedig matematikából is számot adhatnak tudásukról.